pompával, de ugyanakkor alázattal ünnepelt a sajkáslaki templom közössége. 100 éves a Titelhez közeli település római katolikus temploma, amelynek védőszentje Szűz Mária rózsafűzér királynője. Az ünnepi szentmisét Pénzes János, szabadkai megyés püspök celebrálta. Ez a templom, ami itt van, ez egy kis közösség, de számomra, mint püspök számára valóban nagy öröm, és együtt örülök ebben a kis csoport hívő közösséggel. Azt hiszem, hogy itt 9-szer vagyok, mert 8-szor körbejártam már az egész egyházmegyét bérmálásra. Szundyi László, temerini plébános a településen megvalósult összefogás fontosságát emelte ki. Nagyon nagy örömteli esemény, főként azért, mert egy kis közösségről van szó, akik látszólag minden jel arra mutat, nagyon szeretik a templomukat, szeretik az Istenházát, ahol gyülekeznek, szentségekhez járulnak, élhetik a hitüket, megújították külsőleg is. Nekem ez a templom nagyon kedves belülről is, a maga térség is, a berendezése, és az ünnepnek a hangulata, mindannyian átéreztük azt, hogy 100 évig adunk hálát az Úrnak. Sajkáslakon az 1000 fős lakosság egyharmada magyar. Ahogy a falubéliek elmondták, a legnagyobb gondjuk a munkanélküliség. Emiatt egyre kevesebb a fiatal a településen.